Sziasztok! Pecázzunk együtt, következő részében vagyunk éppen. Egy darab sneciző bot van nálam. Ezt már láttátok, kis pici, könnyű úszó, viszonylag hosszú szerelék. Egy darab kis ólom, meg két darab csont, egy pici horgon. Be is dobom. A rétközi tavon horgászok. Ilyen videót szerintem még senki nem csinált, törpe harcsa horgászat, már viszi is. Meg is van. Ja, bár nézzétek meg, hogy hogy. Seggébe akadt a horog, ez a pici horog is. Legalább egyszerűbb lesz kiszabadítani. Jó, meg is van. Dobom is vissza. Egyébként nyilván nem törpeharcsázni jöttem, hanem csukázni, esetleg kárászozni, de csuka volt a főhal. És a rétközi tavon pecázok, ugye? Már megint, hopp! Rétközi tavon pecázok, és ez az az öböl, ahol már csináltam egy pár videót. A lényeg az, hogy itt ezen az egész szélébe szoktam fogni a csali halat. Sosem egyszerű a törpék miatt. Ez ma sincs így. Azt a mindenit. Na ezt nézzétek. Ez azért tényleg hatalmas. És az a helyzet, hogy nem jön fel a csali hal a víz közé vagy a víz tetejére, vagy nincsenek itt, bár reggel láttam, hogy forrt a víz teteje, mégsem nagyon tudtam fogni. Mélyen meg csak a törpe. És valójában nem etettem semmit. Hát reggel etettem a csali halakra, de az már régen volt, most nem etettem semmit, azóta pecáztak, már itt próbálkoztak csali halat fogni. Ezen a nagy tavon egy eléggé frekventált hely csalihal fogásra, szinte majdnem csak itt lehet fogni, de ma még itt se, nem is sikerült senkinek. És a lényeg az, hogy mivel ha már itt a törpe, akkor ne felejtsük el a törpének a gasztronómiai értékét, lehet már mondtam egy pár videóba, de nekem az egyik kedvenc halhúsom egyébként a törpeharcsának a húsa. Nagyon finom, lágy húsa van. Csak írtó rossz pucolni, megfogni, meg ugye sok van belőle, ahhoz, hogy jól lakjunk. Na ez meg el is ment. Ez a pici horog miatt van. Valójában a törpeharcsa horgászatához horogméret szempontjából szerintem a 6-os méretű horogtól lefelé, mármint a kisebb méretű horogig, teljesen mindegy, hogy mivel pecázunk. Nekem ez a csalihalfogó botom, ezért egészen kicsi-pici apró horog van rajta, kis keszegező horog. Ez abból a szempontból jó, és jobban szerettem törpére, mert a kapás után, tehát nem várok vele, tehát nem engedem, hogy vigye sokáig, nem tudja mélyre nyelni, akkor amint kiveszem, a szája szélébe szokott akadni egészen, vagy még a bajszába, úgyhogy viszonylag könnyen ki lehet szabadítani. A másik fontos dolog, hogy ha törpére pecázunk, akkor szakál nélküli horgot használjunk, vagy ha várható törpe, mert annyira nehéz kiakasztani a horgot a szájából, a szakállas horgot, hogy hihetetlen. Elég erős a nyálkahártyája, bőre. Na, ez is megvan. Ez már egy határeset, ezt már lehet konyhára szánni.
Itt vissza nem dobjuk őket, ugye, nem is szabad. A horog kiakaszt, na most is látszik, hogy hol van ez a picike horog. Egészen itt van a szája szélén. Bár ez szakálas, azért nem cseréltem le, mert éppen törpézek most véletlenül. És a fogás a törpének is egyszerű viszonylag, csak addig, míg elérjük ezt a fogást, addig nem egyszerű. Tehát én úgy szoktam, hogy hátuszonyában a tüske két ujjam között van, itt meg ráfogok, és akkor nem tud megszúrni. Hát csak ugye ez a kicsi horog is úgy be tud akadni. Váltok fogást, hogy kicsit... Azaz. És akkor mehet a vedérbe. Annyira gyakran nem kell új csont... Ja, a csont egyébként a csali. Annyira gyakran nem kell új csontit feltenni, mert ha szétszopogatott csonti van rajta, azt is felveszi, teljesen mindegy. Nem egy igényes hal ebből a szempontból. Nem tudom, látszik-e az úszom, mert elég picike, hogy a videón mennyire látszik. Most éppen nincs kapás. Láttátok, eddig szinte minden dobásra hal volt. Ha etetek, akkor sokkal jobban rögtön jön. Persze meg lehet így fogni a törpét, mármint kézzel. Úgy értem, hogy a horgot kivenni, de azért jobb felvenni egy kesztyűt. Most van itt a pillanat, hogy át kell dobnom, mert nem jött. Fogtam egyébként csukát, mert reggeli órákban sikerült két darab bodorkát fognom. Hát eléggé fúj a szél, remélem, hogy a hangom hallatszik azért. Tehát sikerült fognom két bodorkát, és fogtam egy csukát is. Ez olyan 9 óra körül volt, azóta hiába volt bent az úszós csukázó szerelék a második bodorkával. Nem volt rá kapás. Már délután van egyébként. És most is persze bármely pillanatban foghatnék bodorkát, kűzt, akármit, de mégse. Ezt pedig elvitte, de nem lett meg. Folyton beleütök a kamerába. Nem tudom, mit mondhatnék még el a... Hopp! Megint nincs. Ez lehet nem is... Ez lehet nem is törpe. Az azért, ha elviszi, az általában megvan. Etetőanyagról a törpének valójában teljesen mindegy. Annyi, hogy a fokhagymásot meg a savanyút annyira nem szereti. De egyébként édes, halas, a halas az jobb. Aha, ez már kijött. Ez is már a konyhára való, és ennek is a szája szélében van egyébként a horog. Mindjárt megmutatom, ha sikerül, megfogjam jól. Aha, oké. Itt van a szája szélében. Van az a tévhit, hogy minél nagyobb horoggal pecázzunk, már ha törpe van a láthatáron, mert akkor könnyebb a horgot kivenni a szájából, vagy akármi, de szerintem ez nem így van. Mert a nagy horgot sok csontival ugye azt rögtön lenyeli, egészen mélyre, aztán nem egyszer volt már, hogy belével együtt húztam ki a horgot, mert egyszerűen hiába, tehát horogszabadító sem segített. Na, mehet vissza. Majdnem egy 10 perce megy már ez a videó, és nem tudom hányat fogtam már. De egy olyan... Jön a következő, hát ez egy kicsike. Szóval a lényeg az, hogy egy 2-3 óra hossza alatt, amíg az ember bírja, azért elég tetemes mennyiségre lehet szert tenni. Ha az ember győzi megpucolni. Persze nyilván az aprókat nem fogja.
aki esetleg sokat jár a Tisza-tóra horgászni, és szereti a törpét. Ez is megvan. Gyere ide. Szóval, és szereti a törpét, akkor mindenképpen ajánlom az öblítő csatornákat halszelettel. Gyönyörű törpéket lehet fogni. Minden törpének a szája szélébe akad. Hát ez most nem sikerült annyira bedobni. Bár itt elég mély a víz, ami alapvetően nem jellemző erre a tóra, csak hogy itt van a csatorna a leengedő, aztán itt mély a víz. Rengeteg törpe van ebbe a vízbe, de azért ennyire nem lehet fogni a törpét itt se, szerencsére. Mármint ezen a tavon, de ezen a helyen aztán végképp. Konyhára meg egyébként. Ez is megvan. Kiváló lehet sütve. Valamint én halászlébe is bele szoktam tenni egybe. Nyilván megpucolva a feje nélkül. És akkor úgy egybe bele lehet tenni. Halászlébe nagyon finom. Alaplébe passzírozni is nagyon jó lehet. Ha már itt vannak, és folyton az agyunkra mennek, akkor legalább használjuk őket valamire. Na. Az úszózás önmagában egyébként sose volt az erősségem. Én szerintem az úszózás egy teljesen más világ. Hasonlóan más, mint mondjuk a metódféder és a pergetés. Tehát az is teljesen más. Ehhez tudom az úszózást is hasonlítani. Ugye a legtöbbünk úszózással kezdte gyerekkorában a pecát, ilyen kis spicbotos pecával, és azt gondoljuk, hogy hú, hát ez milyen egyszerű, meg mennyire alap. Viszont ahhoz, hogy az ember tényleg jól csinálja, ahhoz tehát az nagyon sok apróságon múlik. Ez igen, ez a legkisebb vitte el a legjobban, főleg hogyha a orsósbotos távolabbi pontra való úszózásról beszélünk. Tehát ott az, hogy milyen úszó legyen, főleg folyóvízen kiválasztani a megfelelő úszót, jó legyen a súlyelosztás, az olmok rajta. Tehát ez igen. Éppen leesett a csali szerintem a mederre, és rögtön. Ennek is a szájában van. Hát ez a szél, ez fúj. Azt mondják, ugye szélbe jön a csuka, de hát annyira az se vett. Amúgy szép csukát fogtam. Olyan 2,5 kiló körüli. Na most hagytam el a csontit. Na, szerintem ennyi elég is erről a hatalmas élményből, meg erről a pecáról. Mindenképpen azt javaslom, hogyha nem eszik a hal, csak a törpe, vagy olyan helyen vagyunk, ahol vannak olyan törpék, ami már konyha méret, akkor mindenképpen pecázzunk rájuk, hagyj fogjanak. Finom is, egészséges is.
együk őket. Na még egyet fogok, mutatok. Már viszi is. Hát ez búcsúzónak ez a gyönyörű, hatalmas jószág. Mindjárt elfókuszálok, tessék. Hát azért ez nem megy a konyhára, az biztos. Na, köszi szépen, hogy megnéztétek ezt a részt is. Nem sok újdonság hangzott el benne szerintem, de hát ha valaki tudja hasznosítani, mindenképpen ezt a pici horgot javaslom törpe horgászatra. Találkozunk a következő részben, sziasztok!